Szerbusztok! Jó reggelt! Már akinek még reggel van. Bár ilyen informatikai körökben azt hiszem, ez még inkább a hajnal. Nem múlt el még dél. Én Czakó Krisztián vagyok a Linux Akadémiától, és a mai témám talán sok linuxos szívét megdobogtathatja. Végre egy módszer arra, hogy hogyan kukázhatjuk a régi Windowsokat. De nem rohanok ennyire előre. Pici történelemmel kezdem, én ugye nem a desktop irányából közelítem meg, mint a megelőző előadó, hanem a szerverek tekintetében, ahol bár a felhős irány ott is egyre erősebb, még igen komoly piaccal bírnak a helyi megoldások, és erről lesz most szó. Szóval egy kicsit a múlt felé vissza. Egyszer nem túl régen, ha valaki még emlékszik a 90-es évek második felére, akkor a Linux a virágkorát érte a szerver tekintetében. Gyakorlatilag meghódította a világot, mindenki Linux szervert akart magának, és győzedelmesen lehetett mondani, hogy a világ szervereinek, még a vállalati szervereknek, most ugye a webszerverek területét az egy másik téma, meg az online szervereké, hanem a vállalati szervereknél Linux, 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 és mindenhol Linux. Ha kitetted egy weboldalra, hogy te Linux szervert készítesz, akkor dőltek a vevők, és örültek, hogy nekik Linux lehet. Csak jött valami Microsoft nevű ilyen garázsvállalkozás, aki felvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy ez így nincs jól, mert ő ebből pénzt szeretne ebből a piacból, és visszavágott. Tette ezt még hozzá irdatlanul nagy sikerrel. Be kell látnunk, és akármilyen szomorúak vagyunk, és akármilyen jó is technikailag a Linux, akármennyire ingyenes, nagyon-nagyon sok cégnél azt mondták, hogy nekik a kényelem minden pénzt megér, már pedig a Linux, főleg akkor, tájt nem a kényelméről volt híves, híresen megbízható volt, ingyen volt, de hát a szerver tekintetében a kezelhetősége az komoly szakértelmet igényelt, és ez bizony sok helyen nagyon szépen megalapozta az akkor tájt, ugye 2000-es évek elejéről beszélünk, a Windowsnak a térnyelését. Nem véletlen az, hogy még a mai napig is rengeteg helyen működnek Windows 2003 szerverek. Valami olyat tett ott le a Microsoft az asztalra, amivel visszabírt vágni. Na de, és akkor itt van, ugyan egy kis késéssel, de a Linux visszatér fejezetnél tartunk, hál' Istennek, ahol vissza tudunk térni a Linux-szal az iskolákba, ahol, hát majd beszélek róla bővebben, ugye licenszelési kérdések is lesznek a dologgal, a vállalatokhoz és a vállalkozókhoz is. Ez három olyan terület, amit elég súlyosan vagy komolyan érintett a Microsoftos termékek, szerverek térnyerése a Linux-szal szemben. Ugye az iskolákban egyszerű volt a helyzet, mert kormányunk kifizette, azaz mi kifizettük a Microsoft licenszeket, és ettől kezdve az iskolába a pénz már nem számított, lehetett használni a rendszert, és hát ott már csak egyetlen kérdés volt, melyik az egyszerűbb, melyik a kényelmesebb. Hát kényelmesebb volt a Windows szerveren végig kattingatni azt, hogy menjen, mint Linuxot oda tenni. Nekem volt olyan tapasztalatom is, ahol egy teljesen jól beállított, tökéletesen működő Linux szervert, amihez nem is kellett volna hozzányúlni, cseréltek le Windows szerverre, hát mert az mennyivel szebb és egyszerűbb. Na de lesz-e élet a Windows után ezekben az iskolákban akkor, amikor végleg azt mondják, hogy ez az ingyenesség megszűnik, és ez ugye évről évre mindig újra és újra feljön ez a kérdés, és előbb-utóbb, ha így folyik Magyarországon a gazdasági helyzet, nem politikai döntés lesz az, hogy lesz, nem lesz, hanem hiszen nem lesz rá pénz, és nem lesz. Tehát iskolában, nem tudom, vannak-e itt olyanok, akik iskolai rendszergazdák, vagytok egy páran, jó? Tehát nektek nem tudom, hogy milyen érzés az, amikor ott van az a kész, hát nem tudom, ki az, akinél Windows hálózat van, és beismeri valami, nem bántom. Az itteni, itt nincs olyan most. Jó, ez szuper, akkor ti az üdítő kivétel vagytok, köszönöm szépen és gratulálok, de hogy azoknál, akiknél van, ott hát valamilyen módon le kellene váltani. Tehát van egy komplett bevált, kiműködő rendszer, de hát le kéne ezt valahogy váltani.
Tehát kellene keresni egy olyan megoldást, ami helyettesíti a meglévő Windows szervert, nem forgatja fel fenekestül a meglévő hálózatot, mert az nem működik, hogy most mindent nulláról újra kelljen csinálni. Főleg a legtöbb esetben egy informatikai tanára kvázi bot csinált a rendszergazda kényszerűségből, mert nincs az iskolának pénze rendszergazdára, neki nincs erre ideje, és az se hátrány, ha ez a megoldás ingyenes, mert pénz aztán az iskolákban még kevésbé van. Aztán van egy másik terület, a vállalatok, ahol hát a gazdaság fellendülésének a mellékhatása az, hogy egyre kevesebb pénz van a vállalatoknál, ott spórolnak, ahol lehet, a fejlesztési keretek eltűnnek, megmaradnak a régi rendszerek. Nem tudom, van itt köztetek olyan, aki így vállalatnál dolgozik informatikusként? Tehát főállású? Akad köztetek is egy pár. Jó, akkor azt hagyja fönn a kezét, aki frissített, vagy a közeljövőben frissít Windows 2012-re, úgy, hogy most Windows szervere van. Kicsit kevés kéz maradt fönt a többiek. Ki az, akinél Windows szerver van, és nem frissít? Abból is akad egy pár. Találgassak, tehát nincs pénz az újra. Köszönöm. Oké, de akkor mi lesz? Mert hogy elavulnak a hardverek, a hardvert nem tudod kicserélni a legtöbb esetben a Windows szerver alatt, mert egy OEM Windows szervert vettél, az akkor jó ötletnek látszott, mert olcsóbb. Most viszont ugye ott állsz, hogy csak azzal a hardverrel legális az a Windows szerver, tehát másik hardvert akarsz, akkor újat kell venni. A újat megvehetsz Windows 2012-t, vagy 2012-t, meg még 2012-t is, most más nagyon nem. Ezekből választhatsz. Ezeknek a hardware igénye egy icikipicikét megnőtt, tehát ugye egy Windows szerver, hát már a 2008 se hajlandó települni se, hogyha nincs 4 giga RAM a gépbe, megtagadja a telepítést. Tehát nem hogy működjön, az még a következő szint. Meg hát processzor. Tehát hirtelen még a hardware is drága. Erre nincs, ráadásul ezt egyszerre kellene beruháznod, mert hogy nem lehet külön-külön. Nem cserélsz hardvert, aztán majd szoftvert. És hát a régi elavult hardverek, régi operációs rendszer, egyre több probléma, egyre több tűzoltás, egyre kevesebb szabadidő, és egyre több éjszakai munka. Legalábbis én ezt hallom vissza azoktól, akik ilyen vállalati környezetben dolgozó rendszergazdák. Tehát ilyenképp kis-középvállalatokról beszélünk, most a nagyvállalati, tehát több tucat gépes, több tízezres felhasználós bázis, az egy másik kategória. Ja, mert meg nappal meg el kell bolyolnod a főnök okos telefonjával, mert az is a te feladatod, ugye? A szerver az majd éjszaka. Tehát ezt egy darabig lehet bírni, csak kérdés, hogy meddig. És itt a kérdés, hogy itt szólna egy olyan megoldáshoz, ami sokkal kisebb teljesítményű hardveren is működik, adott esetben vagy sokkal olcsóbban cserélhetsz hardvert, mint ha egy Windows szerverre váltanál újra, vagy hát ha még nem annyira elavult a régi, akkor azon is egy új, modernebb rendszer tudsz futtatni. A felhasználói számára észrevétlen marad, ugye egy kis középvállalati környezetben, ahol van néhány tucat vagy százas nagyságrendű felhasználó, és hát le kell cserélni a rendszert, akkor az a kisebb probléma, hogy a szervert hogyan váltod le. A nagyobb probléma az, hogy a felhasználói oldalon ez milyen változásokat fog jelenteni, és a legnagyobb ellenállást ott tapasztalod. Amikor a megszokott Outlookját nem használhatja tovább, vagy teljesen másképp fog működni a felhasználói környezet. Én itt most mutatok egy olyan megoldást, ahol ez nem történik meg. Ráadásul ugye egy megbízható, gyors és egyszerűen kezelhető rendszert kapsz. Búcsút mondhatsz a napi tűzoltásnak, egy működő rendszer mellett kényelmes, tervezhető munkavégzés történik, előre tervezhető dolgokkal, a váratlan dolgoknak a minimalizálása elérhető vele. Ja, és a főnök is hálás lesz, mert hogy megoldottad azt a problémát, ő is utálja azt, hogy rendszeresen probléma van, hogy gondok vannak, hogy nehezen működik. Ha ez egy stabil rendszerré válik úgy, hogy sokkal olcsóbb volt neki, mint amire először számított, akkor még hálás is lesz az egészért neked. Na és vannak a vállalkozók, van itt köztetek olyan, aki informatikai vállalkozása van? Akad itt köztük is, jó. Meg van mindenki ebben a tekintetben. Ha azt mondom, hogy eltűntek a vevőid, akkor tévedek? Jó, halkuncogás. Oké, ha miért tűntek el? Ugye nekik sincs pénzük.
vagy hát van, csak jobban meggondolják, hogy mire költik. Az informatikára költik általában a legutolsó sorban. Bármire hajlandó elkölteni az ügyfél a pénzét, az informatikára csak akkor, ha már muszáj. És itt ugyanaz a probléma van, hogy ott van a régi, tök jó leraktott neki valaki egy Windows szervert, ott van tipikus esetben kisvállalatoknál a Windows 2003, és elketyeg, de hogy egyre több probléma van ott is vele, egyre többet nyaggatja azt, aki ezt karban tartja, hogy hát ezzel valamit csinálni kell. Ha azt mondod neki, hogy cseréljük már le, és itt az új Windows 2012, ja hát ehhez kell egy új hardware is, vagy az új, régi hardware elavult, de ha új hardware, akkor ugye visszatérve az előzőleg már említett problémára, hogy Windows csak egyben tudod cserélni, hát jó, lehet dobozos Windows-t is venni, szervert is venni, csak az meg horror áron van, tehát körülbelül néhány OM verziót meg tudsz venni, mire kijön egy dobozos ára. Ez sem egy megoldás. Nem fog tudni így egyben, vagy legtöbb esetben nem hajlandó egyben kifizetni sokat. Itt ugye már milliós tételekről beszélünk egy 40-50 fős vállalatnál, ami a szervert és szoftver licenszeket érinti, és az csak ezek csak a munkadíjakról még nem nagyon beszélgettünk. Hát hitelt nem fogja megvenni ma. Ma Magyarországon, aki meggyőzöl arról, hogy hitelre vásároljon, az gratulálok. Vannak bizonyos rossz emlékeik az embereknek az elmúlt évekből ez ügyben. Tehát megint ezen a piacon, ebben a környezetben eladni a szinte lehetetlen kategória. A régi rendszer egyre problémásabb, egyre többet dolgoztatnak vele téged, és ráadásul nem, hogy ezt megfizetnék, egyre lefelébb nyomja a pénzt a ügyfél. Nem tudom, ki az, akinél ez az ismerős állapot, amikor az ügyfél mondja, hogy jó, csináld, de hogy most már csak ennyit tudok fizetni. Ez ilyen elég gyakori, és örülsz, hogy annyit fizet. Ha Linux szakember az vagy, ez egy másik oldala a dolognak, és Linux szerverek vannak, ott megint nem nagyon fizetik meg a munkádat, viszont nem lesz ettől egyszerűbb a Linux. Tehát ha bármilyen hagyományos Linuxot, most teljesen mindegy, egy Debiant, Ubuntu, CentOS-t, vagy Red Hat-et, SUSE Linuxot, teljesen mindegy, milyen szerverről beszélünk, a legtöbb esetben, legalábbis ha az ingyenes kategóriában nézzük, akkor marad a parancssorból fölépítjük a rendszert állapot. Ez tök jó, tehát azoknak, akik jó profi Linux szakemberek, azoknak ez gyorsan megy, egyszerűen megy, és nem okoz problémát. Copy-paste a megszokott config fájlok, berakjuk a helyére, és szép és jó, és működik. Csak van egy kis probléma ezzel, hogy hát elég könnyen megszámolható ma Magyarországon, hogy hány ilyen szakember van. Ez viszont zavarja a vevőket. És sajnos jogosan, és erre ráadásul a konkurencia élén a Microsofttal jó rá is játszik, de nem alaptalanul, tehát Linuxos szakembert jót találni, hát hogy szokták ezt mondani? Három fontos tulajdonsága van egy jó szakembernek, nem csak Linuxnál, de ott is tökéletesen igaz. Nagyon jól ért a szakmájához, megfizethető és ráér. Azt szokták erre mondani, hogy hát ebből válasz kettőt. És ez nagyjából igaz. Legtöbb olyan szakmánál, ahol komoly szakembereket igényel a terület, és ez probléma. És a legtöbb esetben, ahol kisvállalkozásról beszélünk, aki venne ilyen rendszert, nem igényel speciális egyedi rendszereket. És itt van az, amiért a Microsoft tarolt a piacon, konzervet adott, tucatot adott azt, amire a kisvállalatoknak szüksége van általában. És a legtöbb esetben ez működött, és egyszerű volt, föl lehetett telepíteni, Microsoftos rendszerrel 30 ezerért föltelepítettek neked egy Windows szervert. Plusz a licensz, plusz a hardware, persze, tehát az még hozzáadódik, de ez volt nagyjából a piaci ár. Ilyen 30-50 ezer forint között megcsinálták. Hát a Linuxos piacon én ennek az ötszörösét ismerem, mint átlagos ár egy ugyanolyan tudású rendszernél. Ez probléma volt. És ezzel nem lehet versenyezni. Akkor keressünk erre is valami megoldást. Egy olyan megoldást, ami visszahozza, ha vállalkozó vagy a régi ügyfeleket. Meglévő gépét is úgy tudod varázsolni, mert föl tudsz telepíteni neki egy olyan rendszert, ami sokkal kisebb hardware igényel működik, új, modern, tehát tudja a modern új funkciókat, leváltja
a régit, és adott esetben, ha a hardware még olyan állapotban van, hogy az bírja, akkor újjáéled az informatikája az ügyfélnek. Nem kerül egy vagyonba, nem kell dobozos Windows-t venni, és ráadásul attól kezdve a hardvert is lehet szabadon cserélgetni alatta. Ráadásul az ügyfél hálás lesz, mert egy távolról is jól látható összeget spórolsz neki. Ahhoz képest, mintha a meglévő Windows szerverét frissítette volna a legújabbra. Márpedig, ha egy Windows szervere van most, és most róluk beszélünk, tehát az őket nézzük, nem azokat, akiknál most is Linux van, és per pillanat ők vannak többen, tehát ez egy szép nagy piac, ott boldogak lesznek arra, hogy a tudás nem változik a rendszernek, sőt adott esetben nőhet a tudása, és nem kerül töredékébe se annak, mint amennyivel eddig idegesítette őt a szállítója. És ezzel a kvázi új ügyfeleket lehet szerezni a piacon. Ja, nem mellékesen te is többet keresel vele, mert hogy ugyan kevesebb pénzt kérsz el tőle jóval, de nincs licenszköltség, alacsonyabb hardware költség mellett nagyobb munkadíjat bírsz belerakni az árba, és még így is nagyságrendekkel lesz alacsonyabb az ár, mint amivel eddig számolni lehetett. Egy olyan megoldás, ami elérhetővé teszi gyakorlatilag a Linux összes előnyét úgy, hogy a hátrányait kihagyjuk. Na jó, de hogyan és mi ez, ami ezt tudja? Létezik egy olyan Linux megoldás, ami könnyen kezelhető, kihúztuk az első problémát, hogy csak parancsorban guruknak, gyorsan tanulható, hát ez az előbbiből következik, tehát könnyen, hamar meg lehet tanulni. Aki eddig Windows tapasztalattal rendelkezett és elbírt kattingatni egy Windows szerveren, az rövid tanulási folyamat után, tényleg rövid, tehát itt nem több hetes tanfolyamról beszélünk, hanem mondjuk egy 4 napos gyors talpalós tanfolyammal, meg tudja tanulni olyan szinten kezelni a rendszert, és ezt nem elméletből mondom, tartottunk már ilyen tanfolyamot, ahol megtanítottuk, volt, vagy hát egyelőre még Windows, de előbb-utóbb volt Windows rendszergazdáknak azt, hogy hogyan kell ezt a rendszert kezelni, és megtanulták 4 nap alatt. Grafikusan felületen menedzselhető az egész, ráadásul rettentő egyszerű logikus felületen, ezt majd meg fogom mindjárt mutatni. Lehet hozzá egy garantált gyártói támogatást kérni. Ez az egyik, ami a Windows-os világnak a veszőparipája, hogy de a Linuxhoz nincs támogatás. Persze, mi meg a Linuxos oldalon tudjuk és mondjuk, hogy de hát, hogy az a közösség, ami ott valójában van, az többet ér minden gyártói támogatásnál. Na most ezt a cégek, akik megvásárolják, nem nagyon eszik meg. Legalábbis ritkán. Egyszerűen ők azt mondják, hogy nekik garancia kell arra a támogatásra. Az tök jó, hogy te megkérdezed majd a közösséget, és ha szerencsénk van, kapunk választ, de ha nekem reggel 8-kor megállt a szerver, és te majd másnapra talán a fórumokon kapsz valami választ, akkor nekem egy munkanapom kiesett, és lehet, hogy lehúzhatom a rolót. És ezt nem merik bevállalni. Az se, amikor azt mondod, hogy de te értesz, hogy majd megoldod. Sok esetben nem merik bevállalni, és viszik az ügyfelet azok a megoldások, ahol súlyos pénzekért, de gyártói támogatásokat adnak. Ez is, amit én mutatok neked, egy olyan rendszer, amihez ha akarsz, kaphatsz ilyet. Ja, és nem mellesleg nyílt forrású. Legalábbis a jelentős része, egy apró momentum van, ami nem, de nem kulcsfontosságú részről beszélünk. Majd ezt kiemelem kicsit később. Alacsony hardware igényű, legalábbis egy Windows szerverhez összehasonlítva, nyilván egy Linux, egy Debianhoz, egy Ubuntuhoz, amire nem raksz grafikus felületet, meg kezelő felületet, ahhoz hasonlítjuk össze, nem, de egy Windows szerverhez képest negyed, fele erőforrás igényel megelégszik. Gyakorlatilag a 1 gigarammal már működik, 2 gigarammal kényelmesen működik, egy kisvállalat ilyen 15-20 fős rendszer. Szabadon áttelepíthető új hardware-re ez, nyilván a Linux-os szakembereknek, na és, megszoktuk, így van. De egy Windows-os világban ez nem annyira triviális. Számodra Linux-os tök egyértelmű és evidens, hogy megfogod, átteszed a diszket, vagy átklónozod a diszket egy másik hardware-re, és menni fog. A Windows-os világban ez ennyire nem triviális, és akkor ugye ott van a már korábban említett licenszelési probléma, ami még jogilag is problémássá teszi az áttelepítést. Ja, és frissíthető, ha új verzió jelenik meg. Ez megint Linuxos világban tök szokásos. Egy Windowsnál
Lássuk csak, hogyan kell frissíteni egy Windows 2003-at 2008-ra, ki tudja? Újra telepítéssel. Igen. Nincs frissítés, hát megveszed az új hardvert, az új hardveren az OEM Windows 2008-at, vagy 12-t, és átmigrálod a tartományi adatokat utána, meg átmásolod a adatokat, meg átmigrálod az Exchange-t. De hogy olyan, hogy frissítés nem létezik ebben a világban. Itt igen. Ezt most igazából azért mondom neked, nyilván a többségetek vagy valószínűleg itt mindenki Linuxos, de hogy ezek azok, amik megkülönböztetik, amivel jobbat tudsz adni, mint egy Windowsos megoldás, és ezzel tudod meggyőzni adott esetben az ügyfelet, hogy ne a Windowsos megoldást válassza. Oké. És jön a következő kérdésük természetesen a üdig Windows-t használókkal, akár a rendszergazdának, vagy az ügyfélnek, hogy mi lesz azzal, ami van. Mert hát neki van egy meglévő Active Directory-s rendszere és egy Exchange-e. Megszokták, használják, felhasználók hozzászoktak az Outlook-hoz, mert Office-t használnak. És hát oké, lecseréljük a szervert, de hogy az összes felhasználónál le kell cserélni a klienst is, akkor felbojdul a cég élete egy hosszabb, rövidebb időre, ami kieséseket jelent, problémákat jelent, ráadásul a felhasználók tiltakozásával tud járni, ami a főnök szemében, főleg ha a titkárnő csinos és tiltakozik, akkor komoly súllyal esik ladba, valami meggyőző ér nem lesz rossz ezügyben sem, hogy de miért szabad ezt megcsinálni, miért nem okoz ez neki problémát. És itt van egy nagyon jó hírem, hogy ezzel a rendszerrel nincs gond az átállással. Maradhat a meglévő Active Directory. Igen, hozzá lehet kapcsolni és át tudja venni. Maradnak a csoportházi rendek, átmigrálható rá a szabály, a szerver szerepek, és átmigrálhatók rá a csoportházi rendek, és működni fognak a csoportházi rendek, ugyanúgy tudod kezelni tovább a csoportházi rendeket, mint a korábbi Windows-os szerveren. Maradnak a megszokott jelszavak, a Windows aktív, de ugye a Microsoftnak az Active Directory-s rendszere Kerberosra épül. Ennek ugye amikor bejött ez a Kerberosos Microsoftos buli, akkor mindenki emlékszik a háborgásra, a hőbörgésre a nyílt forrású világban, hogy a Microsoft kicsit átszabta azt a Kerberost, mert hogy miért használjuk azt, ami szabványos, egy picit átvariálták. De ma már ott tartunk, hogy a nyílt forrású szabványos Kerberos beszéli a Microsoft dialektusát a dologban, ezzel sincs probléma. Így a Microsoft mondjuk úgy, hogy lőtt egy öngolt. Gyakorlatilag az, ami évekig probléma volt, hogy nem lehetett könnyen egyszerűen migrálni Microsoftos jelszóadatbázist, ugye mindenki emlékszik az NT-s jelszavas bulira, hogy külön jelszavakat tárolunk csak azért, annak búcsút mondhatunk ezzel, Kerberoson keresztül bármilyen Linuxos rendszer beállítható egy Active Directory-ba, beállítható volt eddig is, itt ami az újdonság az az, hogy ezzel a rendszerrel néhány kattintással ezt meg tudod tenni. Van itt köztetek olyan, aki már próbált parancsorból Kerberost konfigurálni Active Directory-hoz? Oké, mennyire volt egyszerű? Fejrázás. Oké. Mit szólsz ahhoz, hogyha az egyszerűség odáig fajul, hogy kitöltöd a tartománynevet, a szerver nevét, a Kerberosos tartomány DNS szerverét, a tartományi szervernek az adminisztrációs felhasználó nevét és jelszavát, és kattintasz, és kész. Jó, hangzik? És működik. Ja, és maradhatnak az Outlook-ok. Annál, akinél kell. Nem kötelezően, de maradhatnak. Mert hogy van a rendszernek egy webes felülete, ami erős hasonlóságot mutat az Outlook Web Access-hez egyébként, tehát aki ahhoz szokott felhasználó, az azt is tudja használni tovább minden különösebb gond nélkül. Ja, és nem csak Internet Explorerből aktív X-el. Firefoxról, Chrome-ból, mobiltelefonról, Androidról, iPhone-ról, bárhonnan működő webes felület. De támogatja az Outlook-ot is, tehát ha valakinél meg ott van az Office, ott van az Outlook, és azt akarja tovább használni, ugyanúgy működik benne a levelezés, a címjegyzék, a naptár, a jegyzetek, a feladatok. Ugyanazok. És ráadásul ezt az egészet az Exchange-ből át lehet rá migrálni pár kattintással.
gyakorlatilag a felhasználók problémája kihúzva. Nincs probléma a felhasználói oldalon, az egyetlen dolog, amit a felhasználói oldalon el kell végezni, hogy föl kell telepíteni az Outlookhoz a MAPI konnektort, és be kell állítani az új profilt a postafiókoknál az új szerverre. Minden más marad. Marad a tartomány, marad a tartományba belépés, maradnak az adatok, marad minden ugyanúgy, ahogy volt. Na, lássuk, hogy hogyan. Mert eddig szép elmélet volt, és remélem sikerült egy picit felcsigázni az érdeklődést, úgyhogy szeretném megmutatni néhány képernyőképben, hogy milyen folyamatot, hogy mennyire egyszerűen is történik ez ennél a rendszernél. Így néz ki a telepítési felület. Itt választod ki, hogy milyen funkciókat akarsz a szerveren létrehozni. Néhány alapfunkciót kiválasztasz, nincs csomagkezelés, se DPKG, se APT, se JUM, se RPM, semmi varázslás. Grafikus felület, néhány kattintás, kiválasztod, megy. Megy a telepítés, közben a reklám szól neked, hogy igen, tök jó kompatibilis az Outlook-kal. A beállítás, hálózati csatolók. Itt egy olyan rendszernek a beállításait mutatom, ahol szimulálok egy viszonylag hétköznapi állapotot, ahol van egy külső internet csatlakozása a szervernek, egy belső és egy másik belső csatlakozás. Ezt igazából egy virtualizációs környezetben csinálom, és ott az egy host only vezérlőként, de mondjuk a menedzsment rész, ha egy nagyobb cégnél van, egy külön hálózatom van, akkor az ő kapcsolatukat tudja szimulálni ez. Beállítottam, hogy melyik hálózati kártya, igen, az előzőnél, ugye beállítom, hogy melyik hálózati kártya a külső és a melyik a belső, a tűzfal szabályok automatikusan ehhez beletnek állítva, a külső irányból semmi jön befelé, belső irányból minden mehet kifelé. Ezt utána lehet finomhangolni, de kész egy alapbeállítás, amivel kapod, ami tipikus alap kiindulási helyzet. Beállítod néhány egyszerű dologgal az, hogy melyik hálózati kártyának mi a címe. Megmondod a tartomány nevet, ez lesz a Kerberosos tartományodnak a címe, neve. Itt azért egy fontos dolog, hogy ezt itt utána itt sem nagyon tudod módosítani, ahogy egy Windows szervernél se. Gyakorlatilag a teljes Kerberosos aktív direktori tartomány gyalú, és újra kell építeni, ha ezt módosítani akarod. Erre itt figyelni kell. Levelezési funkciót is kértünk, mi legyen az elsődleges, hogy az alapértelmezett levelezési tartománya a rendszernek megadod. Tudod regisztrálni a szervert, van hozzá egy távmenedzsment, távolfelügyelet rendszer, amit korlátozásokkal ingyen is lehet használni. Nyilván ez egy hozzáadott értékű szolgáltatás, ha valakinek kell, de nem kötelező abszolút a használata. A beállítások mentése után örömmel közli, hogy kész a rendszer. Itt hát a hardware tempójától függően most tartunk körülbelül maximum fél óra munkánál. Ez az a pillanat, amikor kész van a rendszer telepítése, és jöhet a finom hangolás. Gyakorlatilag innen még pár kattintás lesz az, hogy tartományvezérlőnk és egy Exchange kompatibilitás biztosító csoportmunka szervered is legyen. A vezérlőpultja egyébként ez a rendszernek, amit itt látsz, ő mutat egy általános áttekintést a rendszer működéséről. Egy úgy webes felületen menedzselheted az egészet, tehát végig egy webböngészővel dolgozol, hogy ezt most a konzolján teszed a szervernek vagy egy másik gépről, az ebből a szempontból teljesen mindegy, ami azt is jelenti, hogy mondjuk egy VPN-en keresztül, ha eléred a szerveredet, akkor a saját notebookodról is bárhonnan tudod menedzselni egyszerűen a rendszert, akár kis sávszélesség mellett is, mobilnetről is, nincs távoli asztal és egyéb disznolkodás, egyszerű webes kommunikáció történik. Fájlmegosztás tartományvezérlő beállítása, hát ezt a 1, 2, 3, 4, 5 paramétert beállítod, és kész a tartományvezérlőt, ha ez lesz az elsődleges önálló tartományvezérlő, gyakorlatilag ugye be kell állítanod a szerepkörét a szervernek, amit tartományvezérlőre állítasz. A zóna, ugye ez a Kerberos tartományról beszélünk, ez már adott a telepítéskor, ezt nem lehet itt már megváltoztatni.
a NetBIOS-os tartománynevet még tudod módosítani, a számítógép neve a NetBIOS-ban az a gép nevéből adódik, azt nem itt tudod beállítani, hanem a rendszer beállításoknál. Szerver leírása, szabadon választott leírásról, legyen a barangoló profil és a felhasználó saját mappája milyen betűként jelenjen meg a Windows-ba, aki belép a tartományba. Pont. Módosítás, mentés, készen van. Még egy dolgot érdemes beállítani, azt, hogyha DHCP-vel szeretnél címet kiosztani, akkor a DHCP-nél beírod azt, hogy mi legyen a dinamikus tartomány, és engedélyezed a DHCP funkciót, ami a gyári alaptelepítés után le van tiltva annak érdekében, hogy egy sima egyszerű telepítés ne hozzon létre egy kalóz DHCP szervert egy már működő hálózaton. De pár kattintással azt bekapcsolod, és akkor DHCP is van. A másik alternatíva, hogyha már van egy Active Directory-s tartomány, itt megint egy picit több opció van, szerver szerepét ugye átállított további tartományvezérlőre, ja, 2003 óta nincs olyan, hogy PDC, BDC és egyéb dolgok, tartományvezérlők vannak, van aki a szerepköröket menedzseli, ő a fő tartományvezérlő, és vannak a további tartományvezérlők, de ennél nagyobb alárendeltségi viszony nem történik a tartományban, és a szerepkörök migrálhatók a különböző tartományvezérlők között, már abban az esetben, ha nem small business a Windows. Jó, a Kerberos tartomány továbbra is adott, tehát itt telepítéskor oda kell figyelni, hogy a Windows-os tartomány már van, tehát egy Active Directory-s tartomány, akkor azzal azonost adjál meg. A telepítéskor nem fog gondot okozni a meglévő tartománynak ez, ha idő, mondjuk nyilván ne hagyd ott hetekig még működni. Tartomány vezérlőnek az FQDN-je, ez az, ami ugye a tartomány vezérlőnél már a Microsoftnál is DNS alapú az Active Directory, tehát ott már van természeténél fogva kötelezően egy működő DNS kiszolgáló, ebbe be van jegyezve valamilyen néven a Windows-os szerver, kötelező, tehát nem volt kihagyható, ez már szerintem a 2003-ban sem, 2008-ban biztos nem. Tehát az ott bejegyzett tartomány, tehát szerver teljes nevét kell megadnod pontosan ugyanúgy. Megadni a szervernek, a DNS szervernek az IP címét, ez mondjuk egy small business szervernél ugyanaz a szerver, ha nem small business a Windows, akkor lehet különböző szervereken. Megadod a rendszergazda felhasználót, ami a Windowsnak a rendszergazda felhasználója, és az ő jelszavát, és még egy NetBIOS tartomány nevet is adsz neki. Ez tipikusan általában a pont, első pontig tartó, már a szerv, vagy hogy mondjam, utolsó tag előtti. A Microsoft ugye erőszeretettel használja a lokált, mint tartomány végcímet. Nem tudom, szerintem ez csak azért van, hogy az Apple-be belerúgjon egy picit finoman, mert ugye abban a pillanatban, hogy a dot lokálos tartománynevek vannak, abban az esetben a macOS-es gépek nem igazán lesznek túlságosan működőképesek abban a tartományban, mivel a Bonjour rendszere a macOS-nek erőteljesen a dot lokál tartománynevet használja, ezt egyébként ugye a Linuxos világ is átvette, tehát például egy Ubuntu desktop kliens helyből ugyanezt a technológiát használja. Ezért én azt szoktam mondani minden oktatáson, hogy a lokált, mint tartomány végső nevet használni tilos. De hogyha egy föltelepítesz egy small business szervert, az nem kérdezi meg, hogy mi legyen a tartománynév, hanem mi a céged neve, és cégnév.lokál a tartomány, és kész. Ha ezt meg akarod változtatni, akkor hát egy több oldalas dokumentációban részletezi a Microsoft, hogy hogyan kell. Apró betűvel odaírva, és hogyha macOS-eid vannak, akkor muszáj. Na, mindegy, tehát azért ez a szerver, az NTL szerver kibírja azt, hogy ez pont lokál, lesznek problémák vele, azt is átmigrálja, hát erről kell tudni. Majd utána kattintás a módosításra, és ha minden jól működik a Active Directory-s tartományban, és te is a szervered is látja, akkor egy pár perc migráció után a NTL szerver belép a Active Directory-s tartományba, átmigrálja a teljes felhasználó és csoportadatbázist a saját adatbázisába, és persze aktív tagja marad a tartománynak, tehát ő is ugyanolyan tartományvezérlő lesz, mint a Windows szerver, működhet vele párhuzamosan,
valamint ha a Windows szerverről a szerepköröket átmigrálod, akkor a Windows szerver lekapcsolható, és a tartomány vezér, teljes vezérlését átvette az új szervered. Nyilván ezt nem egy különleges csodának, a Samba 4-es verziójának köszönhetjük, ami a utóbbi időben lett olyan állapotú program, hogy már éles rendszerben is használható és megbízhatóan működik. Ő az, aki ezt tudja. Tehát ez nem egyedi Zentia dolog, ezt összehozhatod egy bármilyen Linuxos rendszerrel. Nem tudom, van-e köztetek olyan, aki próbált már Samba 4-et telepíteni és beállítani? Mennyire volt egyszerű? Megint fejrázás, ingatás. Itt most ezzel a néhány képernyőképpel szemléltettem azt, hogy ez a rendszerrel mennyire egyszerű. Gyakorlatilag miről van szó? Arról, hogy itt is tucat dolgot csinálunk. Ugyanazt a feladatot, gyakorlatilag copy-paste és rutin munkát kell végigcsinálni. Amit itt csináltak, hogy ezt beprogramozták, és csak néhány alapkérdést föltesz a rendszer, amit ezzel kapcsolatban tudnod kell, néhány kattintás, és megy. És ha ez megvan, akkor itt most nem egy migrált szervernek a képernyőképét mutatom, hanem egy önállóét. Tudod kezelni a Zentiából a csoportokat, tudod kezelni a felhasználókat, és a felhasználóknak minden tulajdonságát. A Zentiában rengeteg funkció van, telefonközpont integráció, azonnali üzenetküldés integráció, postafiók, beállítások, levelezés, tehát egy helyen van minden. A legfontosabb az integráltsága. Gyakorlatilag ami felhasználóval kapcsolatos beállítás, az bekerül a felhasználóhoz, bárhol is kelljen igazából a rendszerben ezeket config fájlokban, bárhol, bármilyen adatbázisban tárolni. Te ezt itt egy felületről, egy helyről tudod kezelni, a többit a rendszer megcsinálja neked. Tehát minden olyan funkció, ami egy adott felhasználóval kapcsolatos beállítást igényel, annak a beállítása a felhasználónál megjelenik. A megosztás hozzáadása az ennyiből áll. Jó, egy Samba 3-nál egy egyszerű copy-paste, tudom, Samba 4-nél egy icipicikét bonyolultabb azért a megosztás hozzáadás. Az ACL-ek kezelése ugyanígy néhány kattintással megoldható. Mentés, elmentjük a beállításokat, jöhet a levelezés, megadjuk neki, milyen virtuális tartományaink vannak, van egy, már amit a telepítéskor megvan, adhatsz hozzá még. Beállítása a levelezésnek néhány alapbeállítás, amúgy postfix üzemel alatta. Tartománylista a csoport munkához, megmondhatod, hogy mik azok a tartományok, amit a csoport munkarendszerbe akarsz használni, mi az, ami a hagyományos levelezésnél. A hagyományos levelezés a postfix mellett egy DAFCAT-ot jelent, a csoport munka pedig egy zarafát. Zarafa beállítása, egy klik arra, hogy Outlook hozzáférést támogatjuk. Na itt van egy bináris, nem open source komponens, az az Outlook kapcsolódásnak a biztosító komponens. Ez kereskedelmi része, ez az egyetlen kereskedelmi része a rendszernek, de ha nem kell Outlook, akkor erre nincs szükséged. Így néz ki a Zarafának a webes felülete, és mint mondtam, nem kell Outlook, hogyha valakinek ez is megfelel. Erősen hasonlít az Outlook WebAccesshez, tehát aki ahhoz hozzászokott, az elég jól el tud boldogulni vele. Itt van a levelezési nézet. Így veszel föl egy eseményt a naptárba, itt egy naptárnézet. Ha valaki használt már Outlookos környezetet, annak szerintem ez rendkívül ismerős felület. Egyébként egy jól kezelhető felület. Megosztási beállítások itt is megoszthatók felhasználókkal, csoportokkal a különböző mappák, legyen az levelezés vagy naptár. És jön az érdekesebb része, van az Zarafának egy Outlook kliense, ez ingyenes. A szerver oldalért kell fizetni akkor, ha Outlookot akarsz használni. Kipróbálási szintig egyébként 3 kapcsolódást megenged licensz nélkül is a rendszer. Fölvehetsz egy új postafiókot, ugye fönt van az Outlook postafiók, itt hozzáadsz egy új profilt,
megmondod neki, hogy ez egy Zarafa típusú profil, tehát nem Exchange-hez kapcsolódik az Outlook. Megadod neki a szerver nevét, portját, felhasználó nevét, jelszavát. És gyakorlatilag kész van az Outlook beállítása is a rendszerhez. És itt van ugyanaz a levél Outlookból nézve, amit az előbb a Zarafa webes felületén már láttál. Úgy szintén a naptár, az is megjelenik. Naptár megosztási beállítások Outlookból ugyanúgy kezelhetők, amit az előbb mutattam, felhasználók csoporttal meg volt osztva a tesztfelhasználónknak a naptára. Itt is látszik, innen is kezelhető. És van egy migrációs utility, ez három dolgot tud, Exchange-ről Zarafára migrálni a teljes adatbázist, importálni PST fájlokat a Zarafába, és a Zarafából PST fájlokba exportálni a felhasználói adatokat. Egy az egyben átveszi a leveleket, címjegyzéket, naptárat, jegyzeteket, feladatokat. A migráció egyszerű, megadod a Exchange szervernek az elérhetőségét és az Exchange-en rendszergazdajogú felhasználó nevét és jelszavát, majd megadod a Zarafa szerveren ugyanezeket, mi a szerver címe, neve, és mi a rendszergazdajogú felhasználó és mi az ő jelszava a Zarafán. Hogyha ez egy közös aktív direktoris tartomány, akkor ez valószínűleg ugyanaz lesz mindkét oldalon. Majd elindítod a... Ja, még megadhatod azt, hogy mely felhasználókat migrálja. Ha nem ugyanazok a felhasználó nevek itt és ott, mert nem egy közös tartományban vannak, akkor egy CSV fájlba felsorolod, hogy ami itt ez, vagy ha nem akarod az összes felhasználói mappát migrálni, akkor megadod, hogy miket. Ha nem, akkor egyszerűen továbbmész, és migrálja a teljes adatbázis, mehetsz kávézni, vacsorázni az adatok mennyiségétől függően, de a teljes migrációs folyamat ettől kezdve automatikus. Gyakorlatilag ennyi, ebből áll egy migrálás, és ebből áll az átállás, amint néhány kattintással elintézhető kategória, tehát egy pár órás munkával egy komplett migráció is elvégezhető, plusz meg nyilván az adatok átvitelének az ideje. Ennyi szerettem volna én itt most elmondani erről nektek. A Zentiál rendszerről, a zentiál.hu-n találsz információkat, és találsz egy ingyenes videótanfolyamot is, ami az első lépésektől a tartomány vezérlőig való eljutást megtanítja neked, hogy hogyan kell ezzel a rendszerrel dolgozni. Valamint azt gondoltam, hogy nektek tartanék egy gyakorlatibb oktatást online a december 13-án, ahol a lépésről lépésre végig megmutatom, hogy hogyan kell egy small business szerverhez hozzákapcsolni a tartományba egy Zentiált, és hogyan kell az Exchange-t migrálni erre a rendszerre. Erre regisztrál, ez egy teljesen ingyenes, tehát ajándékba adnám nektek, vagy adom. Itt ezen a webcímen tudsz regisztrálni, vagy azon a kódon, hogyha van nálad telefon. Ha meg nem tudod fölírni, akkor van nálunk néhány ilyen meghívó kártya is ugyanerre, amin rajta vannak ezek az adatok fönn, a kollégám odaadja kifelé menet annak, aki kéri, és akkor szeretettel látunk ezen. És most, ha van bármi kérdésed ezzel kapcsolatban, akármilyen gyakorlati kérdés, akkor a workshop teremben szeretettel várlak 12 órától. A workshop terem, ha túlmész a lépcsőn, a autón, akkor a második terem balra. Köszönöm szépen a figyelmedet!